Már kora reggel serényen tekerték a savanyú káposzta levelekbe a tölteléket a csapatok a Topolyai Szárma Fesztiválon. Először is átvettük a ledarált húst, és ahhoz vágtunk fel fokhagymát és vereshagymát, utána beízesítettük borssal, paprikával, sóval, és utána csak a göngyölítés maradt hátra. A hagyományos receptek mellett vegán módon is készült töltött káposzta. Dió, hajdina, rizs, gyökérzöldségek, vörös és fokhagyma került a töltelékbe. A különlegesség pedig igazából a lébe van, mert teszünk bele paradicsomlevet, füstölt paprikát, asszalcilvát és tök maglisztet. Ettől kicsit besűrűsödik, és akkor ilyen különlegesebb íze lesz. A főzőversenyt ezúttal is két kategóriában írták ki, lehetett klasszikus szármát, valamint különlegeset is főzni. Az ételeket szakmai zsűri értékelte. Ezt mindenki kiválóan főzi, hisz otthonról gyakorlatilag ugye a nagymamáink, szüleink révén ez folyamatosan szinte egy nemzeti étellé válik. Nagyon fontos része az, hogy maga az ízvilága az ne tartalmazzon ízfokozó anyagokat, hanem maradjunk meg gyakorlatilag azoknál a hagyományos ízeknél. A Szárma Fesztivált 9. alkalommal szervezik meg Topolyán, amely nagy tömegeket vonzott idén is. 19-ben döntöttünk rekordot utoljára, hogy 115-6 csapatunk volt, az idén pedig visszatértünk, a 107 van az idén, tehát visszatértünk arra a régi kerékvágásba. Sok csapat van, sokan főznek, egy nagyon szép gasztro és kézműves kiállításunk is van. Igazi közösségépítő rendezvény a Szárma Fesztivál, mondta Fremond Árpád, a Magyar Összefogás lista vezetője. 3-4 olyan nagy rendezvény van itt Topolyán a városnak mellett, amelyre kíváncsiak az emberek, amelyet várnak, amelyre el szeretnek jönni. És ezért fontos az, hogy a Magyar Összefogás lista jelöltjei, aki el tudnak jönni, azok itt legyenek ma. Beszélgessünk az emberekkel, találkozzunk, és nem feltétlenül a politikáról, hanem a mindennapjainkról, hiszen valamilyen formában ezért a Magyar Nemzeti Tanács az a mindennapjainkat behatárolja, tehát nincs olyan vajdasági magyar polgár, aki valamilyen formában ne kapcsolódna a Magyar Nemzeti Tanáccsal és annak a tevékenységével. Azok sem maradtak szárma nélkül, akik nem főztek, vásárolni is lehetett a finomabbnál finomabb töltött káposztákból. Borlovagavató, könyvbemutató, káposztatartó verseny, gyermekprogramok és koncertek is színesítették a programot. A rendezvényt a Topolyai Termelők Egyesülete, a Topolyai Gazdakör, az Origo Egyesület, valamint Topolya Község Művelődési Háza szervezte.